legyenek házad védelmezője a mennyben, ami úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten mindörökké. Amen. Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írás tudó. Ezek az evangélium igéi. Amen. Azt mondom nektek, sőt figyelmeztetlek titeket az Úrban, ne éljetek úgy, mint a pogányok, akik hiába valóságokkal jártatják az eszüket. Kedves testvérek, Szent Pál apostol efezusiakhoz írt leveléből való részlet volt az, amit hallottunk a szentmisében, és hát Szent István király ünnepén méltó, hogy ezt a részletet megszívleljük, és elsősorban elgondolkozzunk rajta, hogy mi milyen életet élünk. És ugyanakkor mire hív meg bennünket a Jóisten ezen a nagyon szép ünnepen.
nagyon egyszerűen szeretnék fogalmazni, az Isten azért alkotott meg mindent, hogy legyen és hogy boldog legyen. A probléma az abban van, amikor az ember úgy gondolja, hogy ő jobban tudja, hogy mit jelent boldognak lenni, mint az Isten. És megnézhetjük a világunkat, hogy ez boldogság. Építünk hatalmas nagy szállodákat, akvaparkokat, mindenféle látványos csili-vili eseményeket. Boldogok vagyunk tőlük? Lehet. Az ember elmondhatja, hogy van életemben egy-egy pillanat, amikor jól érzem magam, amikor felszabadulok, elmegyek egyet pancsolni, elmegyek egy jó operába, egy színházba, elmegyek egy ilyen virágos kertbe, mint hogy én is a nyár folyamán több kastélyt, ami régenben nagyon szép pompában tündökölt, most meg már éppen hogy csak van. Embernek kellene ilyen kis kikapcsolódása, de nem ez a boldogság. Ezek csak segédeszközök. Abban, hogy felfedezzük, hogy van valami, ami ennél sokkal szebb. És van valaki, aki bennünket erre a szépségre meghívott. Mi emberek nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi kell a boldogulásunkhoz. És utána végignézzük a történelmet, gondolom majd az alpolgármester úr, kicsit erről is fog beszélni a magyar történelemmel kapcsolatban, hogy hogyan is alakult ez az istváni korszak. Hogyha beletekintünk az emberiség történelmébe, akkor rájövünk arra, hogy az ember bár úgy gondolta, hogy tudja, mi a boldogság, megközelítőleg sem élte meg azt. Megközelítőleg sem. És a mai korban még inkább elmondhatjuk azt. A nagy szabadosságunk, az, hogy én úgy akarok élni, ahogy nekem tetszik, és ebben más ne szóljon bele, ebben beletartozik az is, hogy bármikor autómmal belehajthatok egy tömegbe, mert nekem az most úgy tetszik. Vagy nem tetszik valakinek a háza, és felrobbantom. Mert nekem ehhez jogom van, mert az én boldogságomat zavarja az a csomó ember, minek mennek ott Barcelona utcáin. Miért nincsenek otthon? Belegondolunk abba, hogy ez a szerintem, ahogyan én elgondolom a boldogságot, ez nem életforma, és ez nem élhető. Akkor megkérdezzük azt, hogy mi az, ami élhető. És mi az, ami miatt ez a világ egy nagyon szép helyé válhatna. Egyedül az, hogyha visszatérünk az eredeti alapokhoz. És megértjük azt, hogy a Jóisten például miért teremtett, és hogy a teremtésben milyen alapvető igazságokat mutat meg saját magáról és az ő életéről. Szent Mise kezdő gondolataiban azt mondtam, hogy azt ünnepeljük, hogy az Úristen a Kárpát-medencében elindította az ő életét, lefoglalta magának ezt a földet. Elkezdett láthatóvá válni az ő országa, itt is. Belegondolni abban, hogy igazából az embernek a legvégső boldogsága az, hogyha az Istennel lehet. Az embert nem tudja semmi más kielégíteni, csak az Isten. Mert ő a végső nagy tökéletesség. Ő benne van minden jóság és szépség. És ahol ő van, ott mindeneket betölt az ő tökéletessége. Ha ő lefoglal egy helyet, és az a hely megfelel ennek a valóságnak, akkor bárki is oda belép, az boldog ember lesz. István király valami ilyesmit kezdett el. Rájött arra, hogy ez a szerintem való lét, ez a nekem szereznem kell hatalmat és dicsőséget, raboljuk körbe a világot, gyűjtsünk kincseket, építsünk egy dinasztiát, ez nem élhető valóság. Ő is tanult egy kis történelmet, és hallott Nagy Sándorról, hallott a Római Birodalomról, hallott Perzsiáról, hallott a Sumérekről, Akkádokról, és megkérdezte magától, hogy ezek most hol vannak. Sehol. Történelmi emlékeik fönnmaradtak. Írásos és tárgyi emlékeik fönnmaradtak. Falfestmények fönnmaradtak. Maga a nép, és maga az a szisztéma elbukott. Lehet rájuk emlékezni, és lehet tőlük tanulni jó dolgokat, elvesség. De alapvetően az nem volt élhető, mert ott mi volt a probléma?
Befér között ez a szerintem. Ez az emberi okoskodás. Befér között oda az a fajta dolog, amit ma úgy nevezünk, hogy a joghézag. Megkeresni a kiskapukat. Van egy törvény, rendben van. Hogy tudom kijátszani? Mert én annyira szabad vagyok, hogy ki is játszhatom. Sőt, kötelességem kijátszani, és megmutatom ezzel a társadalomnak, hogy mennyire törékeny lábakon állsz. Mennyire ingatnak a te egész életed. Hogy az evangélium szavaival éljünk, mennyire homokra építitek a váratokat. Az emberben van egyfajta ilyen exhibicionizmus. Már csak azért is megmutatom, hogy amit te stabil lábakon áll, az nem így van. Ki lehet mozdítani. De hogyha ezt félretesszük, és azt mondjuk, hogy keressük meg, hogy mi az alapvető igazság a világban, mi az, amit az Úristen ebben elhelyezett, akkor valami nagyon szépség indul el, nagyon nagy szépség. Én ezért is sajnálom azt, hogy mi európaiak nagyon sok helyen leromboltunk alapvető kezdeményezéseket. Gondolok itt például az indián kultúrákra Amerikában. De gondolok itt Európán belül azokra a kis törzsekre, amelyeket a vándorlások során, ami a középkorban nagyon sok volt, vándorlások során eltűntek kultúrák, amelyben sokkal mélyebb ragaszkodás volt például az istenek vagy az istenségek felé. Sokkal mélyebb volt például az ember élet tisztelete, vagy a természet tisztelete. Sokkal mélyebb volt az, hogy törődjünk ezzel a világgal és egymással. Nagyon sok népet tudjuk jól azért tudtak leigázni, mert békések voltak. Nem voltak hajlandók háborúzni, nem voltak hajlandók fegyverkezni. Ők a tárgyalásban hittek. És jött egy erős nép, eljátszották a békülést, és amikor beértek a városba, akkor mindent leromboltak. Ez a beszivárgás technika. És ezzel eltüntettünk a világból nagyon sok olyan jó kezdeményezést, amelytől szebb lenne ez az élet. Miért? Azért, mert mi akarunk uralkodni. Meg vagyok róla győződve, hogy alapvetően István nem akart uralkodni. Meg vagyok róla győződve, hogy ő neki nem az volt a születésétől fogva az egyetlen vágya, hogy király legyen. Meg vagyok arról győződve, hogy igenis őt unszolni kellett, hogy vállald el, mert te benned megvan minden ahhoz, hogy itt egy szép ország elinduljon. Nem véletlenül, hogy édesapja olyan tanítókat hívott mellé, akik ő belőle nem a gőgös és öntelt embert hozták elő, hanem a művelt, intelligens, kíváncsi, az igazságot kereső és jó szívű embert. Mondhatnánk így, hogy a Jóisten ajándéka volt az, hogy pont ő lett a királyunk, és nem más. Annyira nagy ajándék, hogy pont egy ilyen ember lett az első királyunk. És ez ugyanakkor számunkra egyfajta felelősség. Amit az elején is mondtam, hogy tegyük fel a kérdésmunkba, hogy mi hogyan élünk. Tudunk-e például hasonlítani ez az első Istvánhoz? Tudunk-e olyan összefüggésekben gondolkozni, akár csak egyszerűen a családi életünkben, a saját házunkban? Tudok-e olyasfajta nyitottsággal élni, ráhagyatkozással mondjuk az isteni kegyelemre, és nem magamfajta szabályokat behozni, amelyektől a másiknak is, meg a magam élete is egy idő után élhetetlenné válik? Szabad vagyok. Tegnap a folyamán, kicsit mondhatnám én is, hogy szórakozás gyanánt belenéztem egy-egy filmbe. Nem tudtam őket végignézni, mert nincsen hozzá idegrendszerem, de belenéztem. És minden egyik filmnek volt egy alapvető tanulsága, hogy például egy házasságról volt szó, hogy ott a férfi a nőben nem bízott igazából. Nem az az alapvető, tiszta, őszinte szeretet volt a másik felé, hanem azt, hogy itt már megszereztem, őnek ez a dolga, hogy, nekem meg az a dolgom, hogy, és hogyha bajom van, akkor iszok. És utána meg viseljen el az, aki tud.
Az, hogy verekszem, csúnyán beszélek, mindenfélenek elmondom az asszonyt, gyerekeket elődözöm, kit érdekel, nekem ez jogom van. És lehetett látni abból a pár perces jelenetből, hogy ez a család ez minél gyorsabban föl fog bomlani. Másik filmben meg ugyanez volt a hölgy részéről, hogy neki joga van ahhoz, hogy öntörvényűleg járjon és keljen a lakásban. Soha nem jelenti, hogy elmegyek, soha nem jelenti, hogy most de lenyúltam a fizetésünket és most elköltöm cipőkre. Úgy gondolta, hogy neki minden szabad. És egy jó szívű férje volt, aki nem üvöltözött vele, nem bántotta őt, egy darabig küldte, majd leültett őt és között, hogy drága, elválunk. Mert sem a gyerekeknek, sem nekem, de még neked sem jó ez, ami itt van. Belegondolni abban, hogy a saját család életünkben öntörvényesség uralkodik, vagy pedig próbáljuk megérteni ezt, hogy jó Isten mire hívott meg bennünket. A házaspárok mehetnek el napról napra azon elmélkedni, hogy vajon miért pont bennünket állított össze a jó Isten. Mit látott bennünk fantáziát? De belegondolunk-e abba is, hogy valamilyen szinten bennünket királyoknak tett ide a földre. Azon a településen, ahol lakunk, abban a kis családi környezetben minket megkoronázott az Úristen. Fölkent királyi szolgálatra, mint a házaspárokat. Megértjük-e azt, hogy nekünk nem az a célunk, hogy valamilyen szinten boldogok legyünk, ameddig megy, utána meg elválunk és egy új intenzív partnert keresek, akivel új élmények és új lehetőségek nyílnak. Nem véletlenül az van mellettem, aki van. Természetesen egy zárójeles megjegyzés, hogy az ember öntörvényelőleg tud választani magának partnert is. Amikor nem figyelünk oda a Jóisten sugallatára. Akkor nem arra figyelünk oda, hogy ő nekem ilyen ajándékot szeretne adni, meg majd én kiválasztom. Én mindent tudok. Belelátok az emberekbe, olyan emberismeretem van, hogy ihaj, és utána egy hónap múlva már szaktanácsadóhoz fordul az illető. Hát ezt elrontottuk. Tehát az öntörvényesség és az öntörvénykezés uralkodnán, vagy pedig nyitunk a Jóistenre. Szent István király ünnepén ez a nagy kérdés, hogy milyen életet szeretnünk élni. És az, amit ő elkezdett, abban tudunk-e beleállni? Mert hogyha bele tudunk állni, és akkor most jön egy nagyon durva mondat, akkor mondhatjuk el magunkról azt, hogy magyarok vagyunk. Csak akkor. Ha én abba bele tudok állni, amit ő elkezdett. Ha nem, akkor egy kozmopolita, hazárdírozó ember vagyok. De nem magyar. Elmondhatom magamról azt, hogy biológiailag létezem és ember vagyok, de nem vagyok. Kérdés az, hogy én akarok-e magyar lenni, és vallom ezt, hogy magyar vagyok. Ha igen, akkor merek-e ügyelni, mint István? Merek-e olyan nyitott lenni az Istenre? És ugyanakkor merek-e tanulni? Merek-e megismerni? Merem-e felfedezni azokat az alapvető igazságokat, amelyek messze túlhaladják az emberi törvénykezést. Nagyon sokan mai világban, mondjuk az egyházakra ráolvasnak bizonyos törvényeket. Ezt be kell nektek tartani. Megkérdezném, hogy melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás? Az emberi törvénykezés vagy az isteni törvény? Melyik volt előbb? Nem, de az isteni törvény. Nem, de előbb a világ volt és utána lett az ember. Nem, de előbb a isteni törvényszerűségek kezdtek el működni. És csak utána, amikor elrontott az ember az ős bűnével, akkor jöttek bizonyos társadalmi megalkovások. Akkor jöttek a törvények, hogy a gyerekek, amit elrontottunk, hát hozzuk valahogy helyre, magunk módján. Ahogy nekünk tetszik, üljünk le közösen és beszéljünk meg, hogy mi az az érdekszféra, mely mentén közösen tudunk haladni, de mindenki jól jár. És adott esetben ki is tudsz bújni alul, csak azért, hogy önérvényességre juss. Na, erről szól az emberi törvénykezés. És zárójel megint csak, ezért nem lettem jogász. Mert ettől egy kicsit rosszul lettem. Viszont az nekem nagyon is tetszett, amikor elkezdtem olvasni a Szentírást,
és előtte megnyílt egy világ. Elkezdtem szemlélni azt, hogy a Jóisten hogyan lát. Egy valami kis belátásom. Természetesen nem látom át, mert túl hatalmas az Isten az, hogy megértsen. De egy kicsit belelát az ember, és rácsodálkozik, hogy hát ez zseniális. Egyszerűen az Isten zseniális. Olyan szép dolgot akart nekünk adni. Olyan szép világot és olyan szép életet. Mi miért vagyunk olyan buták, hogy ezt elhagyjuk? Nem véletlen, hogy a mai nap az a három szentírási rész hangzott el. Mert mind a három meghív bennünket arra, hogy szemléljünk, ismerjünk föl, és jól döntsünk. Szemléljünk. Nézzük meg ezt a világot, hogy ez most micsoda. Ismerjünk föl, fedezzük fel az alapvető igazságot, és döntsünk mellettük. Mondjuk ki azt, hogy én boldog ember akarok lenni, boldog magyar. Szeretném, hogyha ez a haza egy olyan haza lenne, ahova bárki bejöhet, még egy migráns is bejöhet, de viszont rendet talál, becsületességet talál, tiszta szívet talál, és hogyha igazán menekült, akkor otthonra lel. Csak olvassuk el István királynak az intelmeit fiához. Ugyanez van benne. És nem véletlen, mert István is először a Bibliát olvasta, mielőtt elolvasta volna a római jogrendet. Először a Jóistenre hallgatott, és megértette, hogy hogyan kellene működni a világban. Nyilván, mivel ő is tökéletlen emberke volt, nagyon sok mindent még nem látott tisztán. De nem is véletlen, hogy ő csak egy elindító. Nem ő maga volt a teljesség. Nem mondhatjuk azt, hogy István egy tökéletes művet hagyott hátra. Csak annyit mondhatunk el, hogy elkezdett valamit. Teret adott annak, hogy elinduljon egy szép élet. És a korok magyarságának az lett volna a feladata, hogy ez a megkezdett életmunkába beálljon és tovább építse. Nekünk most van erre lehetőségünk. Például a mai napot kihasználni arra, hogy hazamegyünk, és hogyha már van internet, olvassuk el az interneteket. Járjunk utána annak, hogy István milyen művet indított el. Merjük felfedezni azt, hogy mit is jelent igazából magyarnak lenni. És döntsünk amellett, hogy én az akarok lenni, akkor ebbe beáll. Ebben a szemlésében meg most azt kérjük a Jóistentől, hogy ehhez adjon nekünk sok erőt, kegyelmet és türelmet. Hogy a világnak a mindenféle ideológiája, a csillogása, a ragyogása, az érzékisége, az ne vonzon el bennünket ettől az úttól. Kérjük a kegyelmet, hogy stabilan meg tudjunk állni. Amit a mai napon élvezhetek, könyvében hallottunk intelemként, hogy legyen egyenes teszett pillantás, se jobb, se arra ne tényél el, maradj az út. Ehhez kérjük kegyelmet, és örömmel, és ezt örömmel, hogy nem lehet megélni. Az Isten országa öröm nélkül nem élhető. Merjük örülni annak, hogy élünk, és hogy egy nagyon szép életben vagyunk meghívva. Azt mondom tehát nektek,
Augusztus 27-én, jövő héten vasárnap, déltől kezdve a Plébánián családi nap lesz, amelyre mindenkit szeretettel várunk, játékos együttlét, beszélgetést. Így azt, hogy együtt vagyunk, és megköszönjük a Jóistennek az egyház községünket, azt, hogy vagyunk, és egy kicsit közösen gondolkozunk a jövőkről, hogyan tudnánk minden jövőkkel megszólítani, hogy Isten felé elvezetni. Annyit kérünk szépen, hogy járjunk erre a kis családnapra, az esetlegesen egy kis süteményt vagy üdítőt húzzon magával a közösségbe ültetnének. Pénteki napon történt a plébánia csatorna lekötésének, valamint az esővíz elvezetésének az átadása átvétele. Nagyon nagy szeretettel megköszönjük Dúsa Rihának és az ő munkatársaiknak, hogy ezt a szolgálatot, munkát elvégezték nagyon szépen és becsületesen. És hát most ez a mi részünk, hogy ennek az elleni értékét, a pénz tízezrét, ami körülbelül 4 millió forint lesz, kérjük a jó testvéreket, hogy nyúljanak bele a sokszor nem létező kincses ládáikba, és adományaikkal támogassák meg ezt a szolgálatot. Mind a kettőben nagy szükségünk volt, hogy a csatorna bekötés az evidens, hogy ugye a plébánián közösségházban is legyen rendes elvezetésünk, illetve itt a templom esővíz elvezetése, hiszen láthatják a testvérek kívül és belül is, hogy nagyon nedves a fal, ez a rossz víz elvezetésnek köszönhető elsősorban. Most, hogy ez megtörtént, reméljük, hogy én Isten segít abban bennünket, hogy kiszáradjanak a falak, majd szépen lassan tudjuk szépíteni az ő házát, az ő dicsőségére. Ezt kérjük a testvérektől, hogy őszintén a megoldását. Héten a szentmisék reggel, szerdán és csütörtökön este 6 órakor lesz szentmise, szombaton délután 5 órakor, melyet hálaadásra ajánlom fel a boldogságos szűzanyára, valamint a munkas család népvéselmű tagjaiért fogunk kimádkozni, és az ifjúság megtérésére. Jövő héten vasárnap reggel 8 órakor lesz szentmise, valamint 15 órakor, amelyet elmond Bátori Ferenc névhozári magdolatáért, és Bátori Ferencért ajánlom. Segítségünk az Úr nevében. Uram, hallgass meg a mi könyörgésünket. Az Úr legyen veletek. Könyörögjünk. Istenünk, gondviselő atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékodként oltárod elé hoztuk az új kenyereket. Hálánk jelen, amikor rá Szent Fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel örömmel fogyasztjuk. De nem csak kérni, megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk neked mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, haradtak, szállítottak, őröltek, ragasztottak, sütöttek, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadunk érte köszönetünket, és áld meg asztalunkra kitett kenyereinket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva érte neked, és embertársaiknak hálát adva testünk és lelkünk gyarapodására szolgáljon. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik mindörök.
nekünk hazánk úgy, mint gyermekünk. Tiszteljük őseinket, akiket soha nem feledünk. Becsületre, tisztességre, bátorságra tanítottak, kik a hazáért oly sok vért áldoztak. Szeretünk téged, mindannyiunk bölcsőjét, itt születtünk, e földnek esszük áldott kenyerét. Alkotmányunk tisztelt ünnepére, Szent István királyunk dicső szellemére. Emlékezzünk, de semmit ne feledjünk, hitben és reményben tovább kell, hogy éljünk. Hazánk, Magyarország, te oly sokat áldoztál, kit igazságtalanul megcsonkítottak. Bárhová is sodor minket az élet, az Isten magyarnak teremtett téged. Kis nemzetünk paroknyi népe, ezer éve élünk a Kárpát-medencében. Dicső vezérünk Szent István király, ki törvényeiddel rendet parancsoltál. Nagyasszonyunkra bízva népét és országát, szigorú törvénybe foglalta népünk alkotmányát. Hit és haza szeretete kössön minket össze, a magyarok Istene áldjon mindörökre. Ünnepeljünk, hisz van mit ünnepelnünk, van múltunk és jövünk, meg magyarnak születtünk. Lehet nyugodtan tapsolni, mert vers is megérdemli, meg azért a Jóisten házába lehet ünnepelni, és azt hozzávonnál, tehát még egyszer tapsoljunk. És akkor Anka László, a polgármester úr, megkérjük, hogy az ünnepi beszédet tartsa meg, és tanítsuk el. Tisztelt János Atya, tisztelt polgármester úr, tisztelt ünneplő közönség! Először is szeretném megköszönni plébános úrnak, hogy templomával befogadta ünnepségünket, és köszönöm polgármesternek a felkérést a beszéd megtartására. Géza fejedelem a 970-es években helyesen érzékelt két jelenséget. Egyfelől látta, hogy a nyugati gyepű határ túloldalán fekvő német-római birodalom milyen kegyetlen hódító háborút vív a pogány szláv népek ellen. Pogányokat előzi, vagy kereszt alá hajtja. Világos volt számára, hogy a német hódítási ösztön bármikor a magyarok ellen fordulhat. Hasonlóan bánt a bizánci birodalom is a határai mentén élő népekkel. A fejedelem felismerte azt is, hogy a törzs szövetségi szervezet, a nomád életforma és a kalandozások vérvesztésége miatt nem tudnánk ellenállni egy ilyen támadásnak. Ahhoz, hogy megvédhessük magunkat, társadalmi és államszervezeti modellváltásra van szükség. Mivel akkoriban a kereszténység számított a legfőbb rendező elvnek, egyértelmű volt Géza számára, hogy vallásváltás is szükséges. A fejedelem a törzsi erőviszonyokat figyelembe véve kicsi, de határozott léptekkel indult el ezen az úton. Papokat és páncélos lovagokat hívott esztergomi székhelyére, hogy az új eszméket, hitet meggyökeresztessék. Emelt néhány templomot és földvárat is stratégiai pontokon. Fiának Vajknak, aki a kerességben az első vértanú István nevét kapta, német feleséget szerzett. A fiúnak nem adott idő a kislépések politikájához. Pajzsra emelését megkérdőlezte Koppány, akit véres harcban legyőzött. Közeledett a Krisztus születése utáni ezredik év. Ennek ünnepélyes kerete adta a sürgetést, hogy az ezredfordulón megtörténjen a királykoronázás, a keresztény állam megalapítása, érsekségek, püspökségek, vármegyék szervezése, adók, vámok meghatározása, törvényalkotás, bíró igazságszolgáltatás foglalták le mindennapjait. Királyi magatartás kódexet iratott fia számára, amit Intelmek címen ismerünk. Uralkodása folyamán két tartományúr, a Maros-vidéki Ajtony és az Erdélyi Gyula
ellenálltak államszervezői terveinek, ezért veszniük kellett. 1031-ben bekövetkezett a már Géza által is félelemmel várt német támadás. 1044-ben, 51-ben, 52-ben és 63-ban megismétlődött. István államépítő tevékenységek köszönhetően a támadások eredménytelenek maradtak, visszavertük őket. A keresztény királyság megszilárdult, és ezután az Árpád-házi uralkodók alatt európai nagyhatalmi rangra emelkedett. Ezek az első magyar király érdemei Dióhéjban. Koncepció sikerének legfontosabb elismerése volt 1083-as szentté avatása. 1938-ban Szent István királyának halálának 900. évfordulója alkalmából országos emlékévet szerveztek. A katolikus szó címet viselő nagykátai esperesi kerületi lapban rövid cikk tájékoztat arról, hogyan készültek a tápiusz egységek az emlékévre. Idézem. Honti Ferenc, iskolánk igazgatója, Szent István első magyar király hervadhatatlan érdemeiről tartott igen tanulságos előadást. Indítványozta, hasonlóda a község lakossága, hogy Szent István emlékét megörökítendő, a jövő évben a falu egyik újonnan épült részét ne új telepnek, hanem Szent István falunak nevezzük el. Idézet vége. Nem találkoztam senkivel, aki tudja, hol alakult ki az az új falurész, amelyet a tanító úr az államalapítóról szeretett volna elnevezni. Személyes gyermekkori emlékem viszont, hogy a Kállai Éva úton kezdtem általános iskolába járni, amiből egyszer csak Szent István út lett. Az átkeresztelés szépséghibája volt számomra, hogy bennünket, akkori diákokat elfelejtettek tájékoztatni, miért történt a névváltozás. Igaz, korábban arról sem eszett szó, ki volt Kállai Éva. Néhány évvel ezelőtt egy helyi polgár kezdeményezte, hogy a falu közepén fekvő üres téren emeljünk hármas halmot, és ezen állítsunk fel kettős keresztet. Két szempontból is nagyra törő vállalkozásnak tűnt egy ilyen fontos jelképet elhelyezni a semmi közepén. Az egyik szempont helyi jellegű. Ennek a térnek nem volt múltja, nem volt neve. Három évtizeden még lakóházak álltak rajta, és egy kis takarékszövetkezeti épület. Ezeket az idő előre haladtával lebontották, az önkormányzat pedig megvásárolt az üres telkeket. Benőtte a fű, amit olykor-olykor lekaszáltak. Egyetlen fa, bokor vagy pad sem állt ott, hogy árnyékot és pihenőt nyújtson az arra járóra. Gazdátlan, igénytelen puszta volt a hely. De lettek körülültetve fák, virágok, felállítva padok, kialakítva sétányok, lefektetve öntöző berendezések. Évről évre szebb és imponáló, és hivatalosan is megkapta a Szent István Park elnevezést. A másik szempont a nemzeti dimenzióból ered. Az Árpád-házi uralkodókhoz kötődő régi nemzeti jelkép a hármas halmon álló kettős kereszt. Az 1945 utáni évtizedekben törölték használatát a szimbólumok sorából, és Szent István napját a sztálinista alkotmány ünnepévé alacsonyították. Az ezredfordulón, amikor ünnepség sorozat keretében emlékeztek meg a magyar állam 1000 éves fennállásáról, hatalmas viták robbantak ki a Szent Korona parlamentbe költöztetéséről, vagy például Melokkó Miklós esztergomi király szobráról. Ma már vitán felül áll, hogy helyes volt nagyot álmodni Amasz egységi polgárnak. Karakteres főteret nyert általa a falu, és méltó emléket a történelmünket meghatározó szent és nemzeti hős. A krónikásoknak, festőknek, szobrászoknak, költőknek köszönhetően többféle Szent István kép él az emlékezetünkben. Válogathatunk közöttük. Belső jellemre, véres zsarnok, aki eltörölte a múltat, vagy jámbor szentember. Következetes politikus, vagy gyenge férfi, aki helyett anyja sarolta, majd felesége, a bajor Gizella hozta meg a komoly döntéseket. Külsőre, robosztus alkatú, karddal a kezében, vagy az kép a termet keresztel. Elég csak megtekinteni Darázs István fafarakványait. A róluk szóló könyv címlapján és a kötet 38. oldalán két különböző Szent István szobrot találunk. Más faanyag,
más gondolatok a művész fejében, és más karakterábrázolások. Látható tehát, mennyi fejtörést okozott azoknak, akik arra vállalkoztak, hogy kifejezésre jutassák, miért érdemelte ki Szilveszter pápától a koronát, László királytól a szentélyavatást. Kós Károly az Országépítő című történelmi regényében foglalkozott az első Árpád-házi uralkodóval. Olyan tragikus hős látott benne, aki a magyar államiság megteremtése, a keresztény hit eltéresztése érdekében a kötelességérzet áldozatává vált. Az apja által megkezdett utat kellett végigjárnia, a pogányok ellenében mártíronságra kész papok és német lovagok gyűrűje vette körül. Idegenek adtak neki tanácsot, hogyan szerezzen érvényt programjának, amellyel a vele azonos anyanyelvet beszélő tömege kezdetben nem tudott azonosulni. Idegenekre kellett támaszkodni saját véreivel szemben, de saját nemzete jövőjében, érdekében. Ez a paradox helyzet nagy lelki erőt sejtett a háttérben. Az uralkodás erkölcsét kell viselni a reprezentációban, minden döntésében, amelyben soha nem lehet kilépni, mert az államépítés észszerű, de vas logikája megsérül, és a rendezőelv hitelét veszti. Azt hiszem, Kós Károly könyvét elolvasta Szörényi Levente és Bródi János is, mielőtt megalkották volna híres rockoperájukat, mert Kós Károlyhoz hasonlóan mutatják be István hatalomra kerülésének körülményeit. Az ősbemutató óta sokféle módon vitték színpadra az István a királyt. Több verziót is megnézve, néha attól tartottam, Koppány Laborc és a tártos szerepére kiválasztott temperamentumos színész énekesek lehengerlő fellépése, érzelem és indulatkeltő dalaik, a legyőzött pogányokat hozzák ki erkölcsi győztesként, és a közönség soraiban azt az érzetet keltik, hogy az István által megsemmisített modellnél kellett volna maradni a magyarságnak. Vannak, akik a rockoperától függetlenül is így gondolkodnak. Történészként kötelességem felhívni a figyelmüket arra, hogy azon lovas nomád népek, akik a honfoglalás előtti és az Árpád-házi királyok évszázadai folyamán a kelet-európai sztyeppéken, a Kárpát-medencében, a Havasalföldön, a Fekete-tenger mellén megtelepedtek, de nem hagytak fel a nomadizálással és nem alapítottak keresztény államot, rövid időn belül eltűntek a történelem süllyesztőjében. Géza fejeden felismerte a helyes utat, Szent István pedig következetesen végigvitte ezt a politikát. Neki köszönhetően került el a magyarság, hogy letöröljék a térképről. Hogy mennyi lelki erőre, hitre, kitartásra, önfegyelemre, lemondásra és akaratra volt ehhez szüksége István királynak, leolvashatjuk többek között, és például Darázs Pista bácsi szobrairól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Az élet napsugár szép kalásztalom, végig megy az aratás, fönn a domboldalom. Örül a gazda, a család minden tagja, hogy új kenyér került az asztalra. A mindennapi kenyér Isten áldása, ezért dolgoztak az év minden napjában. Molnár megőrülte, finom lisztet adott, amit a pénz dagasztott. A kemencébe rakott. Évezredek óta új kenyeret köszöntünk, vele együtt István királyt is ünneplünk. A magyar zászló alá felsorakozunk, nemzetaikán szól dicsérő szózatunk. Mi atyám, te aki a mennyekbe vagy, a sok éhezőt, álka, soha el ne hagyd. Add meg nekik, amin
hogy amíg élned, áldja a szent nevedet. Virágzó Magyarországot, Borkuzát, új kenyérrel köszöntsük a magyar Rómát. Békesség legyen minden ember szívében, hazájáért harcoljon egész életébe. Köszönöm szépen! Yeah.